Mindenkiben ott szunnyad a tehetség, csupán teret kell adni neki. Ezt bizonyította az Adi Művelődési Házban megrendezett kulturális fesztivál, amin a megye és Miskolc fogyatékkal élő fiataljai adtak elő színdarabot, énekeltek vagy éppen zenéltek. A tanító ismert, már is megbeszélte vele. Idén is megrendezte hagyományos kulturális fesztiválját az Értelmi Fogyatékkal Élők Országos Szervezetének helyi egyesülete. A Fogyatékkal Élők Világnapján a megyében élő értelmi akadályozottsággal élő fiatalok mutatkoztak be. Minden évben van ilyen szereplésünk. Nagyon szeretünk szerepelni, és köszönjük az évfolyésznak a támogatását. A szereplők minden évben jól érzik magukat, a közönség pedig kicsit közelebbről is megismerheti őket, a bennük rejlő tehetséget. Az egyesület elnöke elmondta, céljuk, hogy érzékenyítsék a társadalmat, és elősegítsék az elfogadást az egész térségben. A fogyatékkal élők száma a tapasztalatok szerint nem emelkedik. Igazi felmérés nem történt még a számukat illetően, mert ami 2011-ben volt, tehát a népszámláláskor az önbevalláson alapult, és hát tudjuk ennek az önbevallásos módszernek előnyeit, hátrányait is, több ezerre becsülik ezt a számot. Az 1981-ben megalakult egyesület a fesztivál megszervezése mellett zeneterápiás foglalkozásokat is rendez, van saját zenekaruk, emellett felvilágosító találkozókat is tartanak, ahol szakemberek iskolákban és intézményekben tartanak szemléletfejlesztő előadásokat.